A 2019-ben induló alapképzésekre, osztatlan képzésekre, felsőoktatási szakképzésekre, rövid ciklusú osztatlan tanári szakokra és diszciplináris mesterképzésekre az e felvételi rendszerén keresztül lehet jelentkezni. A diákok legfeljebb hat jelentkezési helyet jelölhetnek meg, a kérelem ingyenes három képzés megjelöléséig, azon felül pedig 2000 forintos kiegészítő díjat kell fizetni jelentkezésenként. Annyira egyházi egyetem, 21. századi kampusszal várja az intézménybe jelentkezőket, minden infrastruktúrális feltétel adott, ezek mellett pedig magas színvonalú képzést és patronáló tanári rendszert biztosítanak a hallgatók számára, valamint új szakokat is indítanak, közölte Halkóni Rudolf Éva 35 perc című műsorunkban. Mindig megpróbálunk megújulni. Nekünk a felvételi időszak ez az év, ahogy mondtam, júniustól a következő év augusztusáig, és elt a szeptembertől augusztusig, hiszen nekünk a mostani általános felvételi rendel nem zárul le ez a munka, mert majd jön a pótfelvételés augusztus első napjaiban, és akkor is várunk mindenkit, akik esetleg kimaradtak a felvételiből, csak akkor ugye már önköltséges képzésre tudunk meghirdetni minden képzést. Mi is az új szakunk, új, de mégse új, mert korábban is volt testnevelő edzőszakunk. Most viszont meghirdetjük az edzőszakot úszás és labdarúgás specializációval. Itt egy gyakorlati felvétel is lesz, erre készüljenek, akik arra jelentkeznek. Szociálpedagógia mesterszakot tavaly hirdettük meg először, akkor még csak pútfelvételiben levelező munkarendben, most már nappali munkarendben is meghirdetjük. Figyeljenek nagyon azok, akik a repülőgép vezetői képzést célozták meg, mert ebben az évben repülő mérnöki alapszakként jelenik meg már a felvételi tájékoztatóban. Az új szakok indítását egy komoly hatástanulmány előzi meg. Megvizsgálják a piaci igényeket, hogy volt-e már korábban érdeklődés hasonló tudományterület iránt. Honnan érkeznek a jelentkezők, és milyen költségei vannak a képzés elindításának. Ezután fogadhatja el a szenátus, de van olyan eset, amikor a Magyar Akkreditációs Bizottsághoz is be kell nyújtani az igényt. Az intézmény számára fontos a duális képzés és az együttműködés a különböző cégekkel. Ezek is a hallgatók érdekeit szolgálják. A mi életünkben ugye szervezeti formát életően 16. január 1 egy jelentős változás következett be, hiszen egyetemé váltunk. Alkalmazott tudományok egyetemévé, ezt muszáj hangsúlyozni, mert nem ugyanaz, mint a tudomány egyetemek Túl nagy radikális változást az intézmény életében ez nem hozott. De nem is számítottak rá, hogy ez most akkor a változás. Nem, nem is számíthatunk, hiszen tudtuk, hogy mit jelent ez jogállás tekintetében, mi az elvárás irányunkban, az, hogy esetleg adminisztratív feladatok tekintetében ez egy jelentős munkát jelentett, hiszen a logótervezéstől a szabályzatoknak az áldolgozásáig meg kellett valósítanunk, hogy egy egyetemé váltunk. Ez egy másik rész. De a képzéseket, illetően ugye mentünk a magunk elképzelése irányába, természetesen igyekszünk új kutatási területeket is megcélozni széleskörű együttműködési megállapodásokkal biztosítani a szakmai gyakorlati helyeket, a duális képzési rendszernek a, a gyakorlati helyeit, illetve a kutatóhelyeket, ahol ugye kutató munka folyik. Tehát állandóan nyitott szemmel járunk, és, és próbálunk nyitni minden irányba, legyen ez civil szervezet, intézményhálózat, tankerület, folytathatnám, vagy nagy cégeket is mondhatnánk, hiszen közös, mert hogy a nekünk, milyen nagy léptékű fejlesztésünk volt, és milyen hatékony együttműködési megállapodásunk van. Az elmúlt években felvett hallgatók száma alapján jó irányt választott a Nyíregyházi Egyetem a fejlődéshez, tette hozzá Halkó Nérudolféva.